Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Biztonság kedvéért című műsorunkat látják itt, a TOS csatornán. Vendégünk a műsorban Szépföldi Géza, állandó harcművészeti és önvédelmi szakértőnk, a Magyar Búdó Szövetség elnöke. Köszöntelek, szervusz! Jó napot kívánok, szervusz! Kezdjük azzal, hogy rendre felmerül, és ugye nyilván ebben szerepet játszhatnak azok a támadások, terrortámadások, amik mondjuk jellemzően Nyugat-Európában fordulnak elő, Európán belül, illetve néha egy-két itthoni olyan bűneset, ami esetleg jobban felzaklatja mondjuk így a társadalmat, és rendre erőkerül az a kérdés, hogy a fegyvertartást lehetőségét szélesítsük ki. Ugye filmekből, például amerikai filmekből láthatjuk, hogy ott egy viszonylag szabadabb lehetősége van az állampolgároknak fegyvert tartani, és mondjuk fegyverrel védekezni, de ez Magyarországon is időnként felszokott merülni, viszont azt láthatjuk, hogy annyira itt nálunk, mintha nem lenne, meg nincs ennek így tradíciója. Neked mi a véleményed erről? A véleményemet mindenképp leszeretném szögezni, hogy teljesen általános, hétköznapi ember véleménye. Ebben az esetben valóban nem tradíció és nem hagyomány Magyarországon a rendszeres idézőjelben akármilyen önvédelmi vagy lőfegyver, éles lőfegyverről beszélünk, nem ilyen patronos meg gumilövedékekről, ennek a használata. Ennek kapcsán sem a történelmi, sem a társadalmi adottságaink nem diktálják, hogy az állampolgárainál ilyen legyen. Úgyhogy van kapcsolatom néhány marokfegyvert és egyéb lőfegyvereket árusító cégekkel. Megkérdeztem, hogy mi a helyzet nálatok? Viszik, mint a cukrot? Most lehet, hogy a gumilövedéket, a riasztófegyvereket, gázfegyvereket, vagy egyéb ilyen idézőjelben önvédelmi célra alkalmas fegyvereket vásárolnak, de ezeknek is igen szigorú a használati és viselési útmutatója. Tehát ezt nagyon szigorúan szankcionálja a törvény, hogyha valaki ugye azt mondják, hogy tojáshéj van a hóna alatt, és akkor mit keres ott? Tehát egy szakember azonnal kiszúrja az utcán, hogyha valakinek a hóna alatt tokban bedugott marokfegyvere, vagy egyéb más ilyen lőfegyvere van. Fölmerül a kérdés, hogy miért. És a rendőr azonnal az intézkedéssel jogosult emberek azonnal kiszúrják ezt, megkérdezik. Ha igazolja, hogy miért, akkor nyilvánvaló nincs semmi gond, ha nem, akkor igen komoly szankciói vannak, nem érdemes ezzel játszani. Mi a véleményed arról, hogyha csak az itthoni, a belföldi, mondjuk így a biztonsági, bűnügyi helyzetet nézem, úgy az alapján a fegyverviselésnek, illetve hát látjuk azt, hogy mert ez volt a másik ok, ami felszokott merülni, hogy amilyen támadások történnek, terrortámadások például Nyugat-Európában, az pedig a másik, hogyha éppen ott valakinek lett volna mondjuk fegyvere, akkor esetleg meg lehetett volna akadályozni éppen azt a támadót. Igen, ugye általános a hírekből, hogy különböző késes, szúróvágó eszközökkel támadásokat hajtottak végre plázában, utcán, tereken, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, elég hozzánk különösen közeli államokban, mint lásd a múltkori eset Ausztriában. Ez is rendkívül érdekes, mert különböző országok különbözőképpen szabályozzák, hogy mi a fegyver. Nálunk úgy tudom, hogy a penge 15 centi körüli hosszúsága igen fegyvernek minősül, különben egy sima bicska. De mindent fegyvernek minősítenék, még egy darab fát és parkettát is, ha azzal bármilyen szinten sértem, vagy bántom, vagy veszélyt okozok más állampolgárnak. Hát azt hiszem úgy mondtuk ezt a katonaságnál, hogy az élet kioltására alkalmas. Igen, de hát ilyen szempontból mondom, egy parketta is, mert fölkapok az utcán egy követ, és hát éppen abból a szituációból fakadóan, és akkor hozzávágom, vagy úgy ütöm, akár egyszer, akár többször, hogy az súlyos, életveszélyes, netán tényleg életet kioltó
tényező is lehet. Ugye említetted azt, hogy valóban egyébként tényleg meg lehet különböztetni. Voltak, akik ilyen nagy erejű lőfegyverekkel támadtak, most a nyugat-európai eseteket mondom, illetve hát valóban előfordulnak ilyen késes támadások is. Most az ember azt gondolná, hogy a kés az mondjuk veszélytelenebb, és hát nyilván közelebb kell menni mondjuk az ahhoz, mint a fegyverrel. Te, mint harcművész, önvédelemmel, védelemmel foglalkozó nagyon régóta, mennyit lehet egyáltalán annyit tanulni, hogy mondjuk maradjunk először a késnél nyilván, hogy az ellen úgymond biztonsággal védekezni. Hát ugye a kés az egy, mondjuk úgy, hogy a szúró, vágó eszközök azok olyan hangtalanok. Viselése jobban rejthető, jobban kezelhető, és el lehet dugni a ruházatban. Észrevétele sokszor még tapasztalt ember számára is komoly problémákat okoz. Gyakorolunk különböző eszközös támadások elleni védekezéseket, amik részint az adott harcművészeti gyakorlat általános jellemzője, illetve az úgynevezett önvédelem, állampolgárok önvédelmére szolgáló általános gyakorlat. Ezekben mindig azért felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben azt látja, hogy a támadónak szokatlan a tartása, tehát nem veszi elő a kezét, a kezében nincs semmi, nem hadonászik, nem gesztikulál, hanem zsebben tartja a kezét, és úgy közeledik, és úgy próbál valamilyen formába közeledni, azonnal tartsunk távolságot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, minden további nélkül, mert nem véletlenül tartja zsebbe a kezét. Azért, mert abban biztos, hogy ott tart valamit, amit én nem látok a ruhán keresztül. De akkor, amikor gesztikulál, és előfordulhat, hogy hangzavar, fizikai kontaktus keletkezik két vagy három ember, vagy több ember között, de láthatóak a kezek, akkor ott feltételezhetően nincs. De az is előfordulhat, hogy váratlanul benyúl a zsebébe, és előkap valahonnan egy szúróvágó eszközt. Lehet általánosítani, hogy valamiféle szabályt hozni? Ugye van egy mondás, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap. Tehát, hogy ugye mondtad te is, hogy van, aki mondjuk elrejti, itt azért szándék között kell esetleg különbséget tenni. És most hagy olvassak föl egy a police.hu-ról, a rendőrség hivatalos honlapjáról, mondjuk ezzel kapcsolatban is egy hírt. A rendőrök fél órán belül elfogták azt a fiút Kazincbarcikán, aki késsel fenyegetve vette el egy fiatalember értékeit. A rendőrkapitányság rablás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 17 éves fiúval szemben. A gyanúsított november 7-én esti órákban Kazincbarcika egyik útján gyalogolt, melynek során a mellette elhaladó fiatalembert meglökött. A fiatalember ezt szóvá tette, és vita alakult ki, amely közben a kezében lévő táskáját a földre tette. Ekkor a gyanúsított a táskát magához vette, továbbá, amikor a sértett azt visszakérte, egy konyhakést elővéve megfenyegette, majd a táskával elfutott. A rendőrök elkapták, előállították, őrizetbe vették. Szóval, hogy arra gondoltam, hogy nyilván mondjuk itt lehet, hogy külön kell venni egy ilyen úgymond bűnesetet, egy rablást, nyilván egy terrortámadástól. De a késsel arra gondoltam az előbb, hogy most valaki ugye hadonászik mondjuk egy késsel, vagy ahogy mondtad, el van rejtve, és esetleg csak az utolsó pillanatban veszi elő. Viszont akkor ez feltételezheti azt, amiről szoktunk sokat beszélni, hogy lehetőleg úgy is kéne közlekednünk, nyilván nem azért, hogy csak az figyelem, de valamennyire figyelni a környezetünkre is, hogy esetleg ki tudjam szűrni, ha valaki. Igen, kicsit visszatérve az előbbi kérdésre, tehát meg kell tanítani a gyakorlónak azt, hogy felismeri azt a fajta helyzetet, hogy őt mikor, milyen formában érheti támadás. Természetesen nem mehetünk úgy az utcán dolgainkat, családdal, meg egyéb emberekkel, hogy félünk és kapkodjuk a fejünket jobbra-balra, hogy most éppen ki fog megtámadni. Ugye ez azért mégiscsak egyfajta igen egzotikus dolog lenne. De az tény, hogy ebben az esetben, amit már régebbi műsorokban is felvetettem, én a fegyveres testületek vagy az intézkedő hatóság előtt nem minősíteném azt a cselekményt. A rendőrség elfogta az elkövetőt. Bántotta, verekedett, a rendőrség az elkövetőket elfogta, előállította, vizsgálat indult. Azért, mert folyamatosan változnak azok a
büntető tételek és minősítések, aminek következtében ez létrejött, ez a bűncselekmény. Ebben az esetben ugye egy megélhetési bűnözőről beszélhetünk, aki nem adtad oda szép szerivel, akkor megfenyegetlek. És utána ezért fenyegetés hatására a másik inkább odaadta a táskáját, vagy az egyebeket, és akkor utána intézkedett a járőr, vagy hát a közbiztonsági szakember. Ebben az esetben nyilvánvaló volt az, hogy a térfigyelő kamerák összessége nyilvánvaló, hogy nem álaszva volt, látható volt a külseje, a ruházata, egyéb nem volt egy nagy matematikai feladat megoldani azt, hogy ezt a pasit elkapják. De az tény, hogyha ő elővette egy szúróvágó eszközt, azt a megfelelő szakemberek minősítik, hogy az mikor minősíthető egy körömvágókésnek, vagy körömpucolókésnek, vagy egy tényleg élet kioltására alkalmas fegyvernek. Mik az általános tanácsaid azoknak, akik esetleg egy ilyen váratlan késes támadást élnek át? Hát, ahogy előbb mondtam, mi azt próbáljuk súlykolni, hogy mindig kicsit nyitott szemmel járjunk. Akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki vagy valakik olyan magatartást vagy olyan testtartással közlekednek, akkor inkább álljunk meg, várjuk meg, míg elmegy, ne legyünk biztonságban. Az nem történik semmi, ezért, és egyszer csak leesik a tetőről a cserép. Tehát ebben az esetben igenis föl lehet bizonyos szempontból készíteni a gyakorlót erre, de pont én vagyok a példa, akin csak 6 készszúrás és vágás van. Tehát ez ellen mindig nagyon nehéz védekezni, mert ugye váratlan és brutális támadásokról beszélünk. Nem egy sport, idézőjelben a sport, amikor 2 szemben álló ellenfél, egyik előveszi a kést, másik előveszi a boxert, és ez jól látható mind a 2 fél számára, és tulajdonképpen úgy küzdenek egymással. Itt nem erről van szó. Adjál pénzt, nem adok, hopp, és már is előveszi a kést. Meg lehet állapítani esetleg? Mert lehet olyan, hogy valaki, ugye lehet, hogy hozzászokott ahhoz, ha mondhatom így, hogy előveszi a kést, és akkor már rögtön mondjuk. Tehát lehet, hogy ő nem feltétlenül akarja használni, hanem csak úgymond elrettentésként. Meg lehet ezt állapítani? Hát, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy valaki ezért előkap egy kést, kiszúr valakit az utcán, ugye ez egy előre eltervezett, majd a hatóság minősíti, hogy milyen bűncselekmény, de nyilvánvaló, hogy elrettentésképpen van a kezében a kés. Na most ebben az esetben még akkor is voltam ilyen helyzetben, hát van is a karomban egy jó 17 centis vágás, és előfordul. Az más kérdés, hogy ő nem ment haza a saját lábán, de hát ennyi. Tehát most azt nekem is, akarod... is 40 év gyakorlata van. Azt is akarod mondani, hogy azért az ember ismeri a saját magát és a képességeit. Hát mindenképpen nagyon sokan vannak olyanok, és ezt pont az elmúlt időszakban tapasztaltam, fiatal gyerekek. Gyerek, küzdünk, majd ezért én vagyok, ezért már ezért 2-szer voltam ezért boxedzésen. Igen, és akkor eddig még nem boxoltam, de sikerült fölvenni a cipőt, mert nagyon nehéz befűzni. Szóval sorolhatnék ilyen eklektikus példákat, de teljesen más, amikor egy filmet látunk, különböző produkciók, és hú, de ezt én is meg tudom csinálni. Nem. Amit a szemünk lát, azt még a testünk nem érzékeli. Illetve van egy picit, most nem tudom, majd cáfolsz, vagy megerősítesz, egy pici hamis biztonságérzetet is tud adni az, hogy az ember egy edzőterembe gyakorol, mert ott többnyire sikerül, illetve hát jellemzően az eszköz is mondjuk azért csak gyakorló eszköz. Természetesen... Adhat, inkább úgy fogalmazok, adhat egy hamis biztonságérzetet. Igen, sokszor tapasztaltam
az elmúlt évek során, hogy lemennek, és rögtön olyan technikai gyakorlatot, sőt, idézőjelben gyakorló fegyvert, műanyagkést, botokat, egyéb más annak az edzésre jellemző eszközeivel rögtön a kezébe adják, és ennyi. És akkor ez rögtön elkezd csapkodni, rögtön izét mozgat, és akkor így csináld, úgy csináld. Valóban ez egy hamis biztonságérzet. Ez nem azt jelenti, hú, két hét múlva megtanulod, így fogod kezelni, ilyen klassz lesz, úgy lesz. Nem így van. Hosszú-hosszú évek gyakorlata, amíg egy harcművész vagy önvédelmi technikát úgy meg tudok csinálni, hogy végigmegyek a téren, hopp, kiugrik két-három ember, és akkor is a támadási szituációtól, a helyzettől függ. Amit, bár sokszor gyakorlunk az edzőtermekben, mert ott tulajdonképpen különböző támadási szituációkat gyakorlunk, vagy a fegyveres testületek tagjai is különböző támadási szituációkat gyakorolnak, hogy amikor majd éles helyzetbe kerülnek, akkor ők idézőjelben kellő gyakorlattal tudják ezt kezelni. Ugyanezt csináljuk mi is az edzéseken. Hát említsük meg azért a úgymond a hivatalos álláspontot, amit a rendőrségi szakemberek szoktak tanácsolni, hogyha ha valakit ilyen rablási kísérlet vagy rablást él át, akkor lehetőleg ne hősködjön, hanem inkább akkor adja át az értékeit. És hát akkor, ha jól értelek, ezt erre kiegészítve, hozzátéve, hát azt nyilván mindenki a helyszínen fogja eldönteni, hogy ő akkor éppen hogyan akar reagálni. Igen, ez valóban így van, és ezt én is javaslom, hogy tényleg komolyan fontolják meg. Előfordult, hogy én is este 11-kor, hopp, két-három ember már körbe is vett, olyan volt a helyzet, hogy add ide a tárcádat. Még ezért jó pofon is vágtak. Jó, semmi gond, odaadtam, és ők csinálták a dolgukat, én meg egyszerűen utána mentem. Fú, nagyon messze laktak, ne is kérdezz meg, Budapest, XY határában, és akkor utána mentem a gyereknek, bementem a házba, ugye ők teljesen biztonságban érezték magukat, és azt mondtam, hogy most visszakapok mindent. Ha nem, akkor új lakhelyet választotok itt, ebben a kukában. És akkor meggyőztem őket, hogy adják vissza. Itt jön az, hogy mindenki saját maga dönti el, hogy hogyan reagál, de természetesen ezt nem feltétlenül ne javasoljuk. Ne propagáljuk, igen. Nem javasoljuk senkinek. De emögött 40 év gyakorlat van. Igen. Tehát ezért mondom, hogy ismerje mindenki a képességeit, és hát lehetőleg ne csak edzőtermi körülmények között gyakorolja. Hát igen. És vagy ha már ott is gyakorolja, akkor próbálja minél életszerűbben. Igen, ezt mi régebben úgy csináltuk, hogy tanultunk egy technikát, és összejöttünk idézőjelben a régiekkel, akik a 70-es években már ezért egészen jó gyakorlatra tettek szert. Kell egyfajta virtus. Kell egyfajta olyan virtus, amikor azt mondtuk, hogy kimentünk a grundra, a térre, és ott verekedtünk a másik térre. Tehát nem futottunk el, nem adtuk meg magunkat, hanem történt, ami történt. Jó, megvertük egymást, és utána együtt fociztunk. Tehát kell egyfajta olyan virtus, hogy az ember belemenjen egy ilyenbe. Próbáljuk ki a technikát. Volt olyan, amikor még ezért Erzsébetről is futva érkeztem haza, és volt olyan, amikor 20-30 embert is meg tudtunk győzni arról, hogyha te támadsz, és elkapom a karodat, akkor több darabba viszed haza. Tehát, és akkor nem történt semmi, de ehhez kell egyfajta virtus, egyfajta olyan dolog, amit meg kell tanulni. Tehát ahogy a régebbi adásokban mondtuk, a küzdés művészetét meg kell tanulni. Azzal nem születik az ember. Az ember születik azzal, hogy élni akar, levegőt vesz, ezért szomjas, ezért küzd, azért küzd. Tehát egy általános életviteli dolog, de azért, hogy más emberekkel harcoljon, azt külön meg kell tanulni. Hiszen mindig arra nevelnek a családba, hogy tisztelt, becsüld embertársaidat, mert velük együtt élsz itt a Földön. És velük együtt kell megalkotnod azt a jövőt, amit te építeni akarsz. Zárjuk egy olyan témával. Időnként szoktunk itt a műsorban is állatvédelemről beszélgetni, és
találtam itt egy olyan hírt a rendőrség honlapján, hogy orvadászat, büntetés, lopás, vétség gyanúja miatt büntető eljárás folyik. Egy éjszaka fogták el a rendőrök, és igazoltatáskor a gépkocsijában egy vaddisznó tetemét, egy szarvas és egy őszbakfejet, valamint lőfegyvert, lőszereket, továbbá éjjellátó céltávcsövet is találtak. És igazából itt nem is az orvadászatról, mert ez az egy nyilván más dolog, de hogy állatvédelem szempontjából a vadászatnál is felszokott merülni, hogy időnként van egy olyan rossz híre, mint hogyha azt gondolják az emberek, vagy azt gondolná az ember, hogy hát itt most kettelésből mondjuk ölnek le állatokat. És mondom még egyszer, nem az orvadászatról, hanem általában a vadászatról beszéljünk, hogy ezt te hogy látod? Igen, ketté kell választanunk. Van a vadászat, ami ugye a természet adta adottságok miatt ez egy teljesen normális dolog, hiszen tavasszal, nyáron, ősszel a törvényben meghatározott módon kilövik azokat a vadakat, amely az úgynevezett ökológiai egyensúlynak egy bizonyos részét képezi. Ezeket teljesen jogszerű tevékenységek, vannak vadásztársaságok, azon belül megvan a meghatározott engedély, hogyan, miképp, mit kell csinálni azzal a lelőtt állattal, stb. Ez az egyik, ez a jogszerű szegmens. Tehát én támogatom azt, hogy ősszel vannak olyan állatok, amik előregettek, pusztítják a mezőgazdaságot, stb., mert nagyon sok van, főleg a növényevő, páros ujjú, páratlan ujjú patások, szarvasokra gondolok, meg egyebekre, és akkor természetesen kilövik az öreg, beteg egyedeket, és akkor ezzel szinte azt a populációt feldobják, jobban frissítik. A másik fele pedig az illegális vadászat, ezt nevezhetjük akár orvadászatnak, vagy egyszerűen itt lakom az erdő mellett, jaj, de jó, összejön a csapat, együnk egy kis vadhúst. És kimegy, fölveszi az éjjel látó napszemüvegét, és akkor hű, de ad el elő egy vaddisznót. Na most, hogyha elkapják, ennek nagyon súlyos következményei vannak, nem csak anyagi, hanem erkölcsi. Ezért arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy nincs fegyverviselési engedélye, lőfegyver tartására, meg egyebek. Ezt a törvény igen szigorúan büntetni rendeli, és támogatom is, hogy a legszigorúbban ezt tegye meg. Tehát, hogyha ketté válaszok ezt a dolgot, akkor egyetértek azzal, hogy vadásztársaságok vannak, kilövik, ahogy x száz évvel ezelőtt is a nemesek nem csak keftelésből lőtték a madarakat, meg a nyulakat, meg a részeket, hanem azért, mert látták, hogy abban a populációban már annyira elterjedt. Egy ilyen szabályozási feladata is. Igen, ennek van egy ilyen része is. Nem tagadom, hogy még ebben a kategóriában is van olyan, amikor ezért gondolkodás nélkül lövöldöznek. Mondjuk van egy harmadik kategória, amikor direkt vadászatra tenyésztenek, mit tudom, fálcánokat, tehát amikor direkt azért tenyésztenek többet, hogy mondjuk azokat majd levadásszák. Igen, vannak erre szakosodott területek, társaságok, vannak erre szakosodott tenyésztők, akik kimondottan erre tenyésztik ezeket az állatokat, de a rendes vadállományt ez nem érinti. Tehát tudják azt, hogy most példát mondok, azt a lila disznót kell kilőni. Akkor, hogyha nem nagyon színvak az a vadász, akkor talán el tudja találni. De, hogyha nem lilát lát, hanem feketét, vagy foltos vaddisznót, azt nem lőheti ki. Azért már büntetés jár. És általában ezt így is csinálják. Mondjuk a szabályozás ugye fontos is, és ezért szoktak örülni, vagy ezért mondjuk így örülünk, bár mondjuk az átlagember hirtelen nem biztos, amikor megjelenik a farkas mondjuk az északi középhegységben, tegyük föl, mert ugye neki is egy ilyen szabályozási feladata is van, hogy úgymond rendben tartja az arányokat, tegyük föl. Igen, és ezt nagyon kevesen tudják, hirtelen megijednek, hogy megjelent a farkas az erdőbe, jaj, mi lesz a bárányaimmal, meg az egyebekkel. Nyilvánvaló, hogy a farkas már éppen azért, hogy azt az úgynevezett ökoszisztémát egyensúlyba tartja, elpusztítja azokat az egyedeket, és ekkor segít helyreállítani, akár tudatosan, akár tudatlanul, az ökoszisztémát. Nagyon sok a növényevő állat, jön a farkas, és akkor ezért megeszi azokat. Akkor a
fölszabadul az ökoszisztéma, és akkor érdekes, hogy jönnek a növények. Hát és egy mondatban visszatérve, gondoljunk a praktikus okokra, hogy mondjuk a mezőgazdaságban is, akár a bármilyen búza, kukorica, tehát hogyha túlszaporodik valamelyik, aki ezeket fogyasztja, akkor ennyirevel az élelem is túlszaporodás megakadályozása. Tehát megborítja az egész populációt. Tehát ilyen feladata is van mondjuk a vadászatnak. Tehát ezzel együtt most nekem a Facebook egy csomó ilyet dob föl, hogy mondjuk én afrikai vadászatok, hogy nem tudom ott hogy megy, lehet, hogy ott is tenyésztenek, de ugye mit tudom, vízilóra, zsiráfra, tehát ugye az oroszlánra általában inkább akkor szokott jobban az ember így, amikor úgy vele pózolnak, de hát az egy más kategória. Az ilyen területeken való vadászatot azért megint több részre osztanám, mert vannak ezek a hobbi vadászatok, meg jaj, de jó egy lelőtt oroszlánnal ott pózolni, meg stb., és különben is milliárdos vagyok, és azt veszek meg, hát ott ez a turizmusnak egy fajtája. Igen, egy elvadult fajta, amit én nem támogatok semmilyen szinten, mert ott is fönnáll az az ökoszisztéma, amit az állatok egyensúlyba tartanak. Fölöslegesen nem öl az állat. Nem olyan, hogy megette, ennyi volt, több nem maradt másoknak is, stb. Azon a területen helyreáll a rend, és csak akkor öl, amikor ő éhes. Köszönöm szépen Széphölgyi Gézának, állandó harcművészeti és önvédelmi szakértőnknek. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!